Sokszor úgy érzem, hogy csak útban vagyok, és az elvárások is ijesztően nagyok. Elmondtak már mindent, amit mondani szeretnék, megelőznek mindig, miközben szavakat keresnék, és kicsit túl nagy rám minden ruha és cipő. A virágnak sem elég annyi, hogy a földből kinő. A szobám faláról is lassan lekubik a festék, talán észre sem vennéd, hogyha világgá mennék. Nézd, ott az égen most eső felük ülnek, látod, oda fent is hamar felgyűlnek a könnyek. Az ember magányát siratja az Isten, nevessünk rá, vegyek, innen más kiút már nincsen. Majdnem 30 év, de lassan 100-nak tűnik, és aminek örülni tudnám, sorban eltüntetik. Haragudni nem kell, mert a világ már csak ilyen, de ha te máshogy éled meg, neked azt is elhiszem. Nézd, ott az égen most eső felül gyűlnek, látod, oda fent is hamar felgyűlnek a könnyek. Az ember magányát siratja az Isten, ne vessünk rá, megjelent innen, más kiút már nincsen. Vendégünk Bittner Dániel, szia Dani! Szia! Sziasztok, jó estét! Útban vagyok, mire akar utalni ez a cím? Hát ez a dal, ez tulajdonképpen arról szól, legalábbis a számomra, bár aztán nyilván sokféleképpen lehet értelmezni, hogy folyamatosan útban, vagyis úton vagyunk az életünk során. Egyébként közben sokszor azt is érezzük, hogy útban is vagyunk. Megszületünk, elindulunk valahonnan, és eljutunk valameddig, de az igazi kérdés, amit szerintem a dal feszeget, hogy eközben képesek vagyunk-e megváltozni. Szerintem ez a legfőbb kérdés. És ennek kapcsán én kicsit úgy érzem, és remélem, hogy ez megjelenik a dalban is, vagy érthető, hogy kicsit mindannyian a saját buborékjainkban élünk, és ettől nagyon sokan magányosak, és kérdésre képesek vagyunk ebből kitörni. Hasonló témában beszélgettünk valóla. Igen, nagyon komoly témáról írtad ezt a dalt, főleg úgy, hogy most itt a nyár, ugye ilyenkor a zenészek szerelmes dalokat, boldog dalokat hoznak ki. Honnan írtam már elég szerelmes. De most éppen pont egy ilyen útkeresésről szólott hoztál ki. Egyébként én imádom, és szerintem mindnyájan mindig vagyunk útkeresésben, csak nem mindegy, hogy éppen mennyire mélyen éljük azt meg. A saját életedből inspirálódtál a mindennapokban, gondolkodsz ezen? Hát, én mindig csak magamból tudok inspirálódni, legalábbis amikor megírom a számokat, és ez az útkeresés, ez azért folyamatosan átszövi az én életemet, és azért is nagyon fontos nekem ez a szám, mert tulajdonképpen ez tényleg 27 évem 3 percbe sűrítve. Fontos azt megemlíteni, ugye, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum is segítkezett a videoklip elkészítésében. Pontosan ez hogyan kell elképzelni, ezt a kooperációt? Hát tulajdonképpen akkor, hát miről is szól a klip, vagy hogy mi jelenik meg a klipben. Mindig igyekszünk olyan témákat kitalálni, amik nagyobb hangsúlyt tudnak adni a dal mondani valójának, és amire mondjuk úgy felfigyelhetnek emberek. Ebben a klipben Holdköltők társaságában vagyok látható Pilinszky János, Radnóti Miklós, József Attila. Igazából József Attila és Pilinszky János maszkos emberek, akik a barátaim, akik szerepeltek ebben a klipben. És a Petőfi Irodalmi Múzeum abban segített nekünk, és nagyon szépen köszönöm utólag is, hogy a legjobb képeket megtaláljuk hozzá, amikből a maszkot meg tudjuk csinálni. Nem csak a barátaidat, hanem egyébként egy pszichológust is láthatunk a klipben, bár lehet, hogy ő is nagyon-nagyon jó barátod. És ugye ez egy nyitó jelenet, ezzel indul az egész, és van itt egy kis csavar, ezzel mit szeretetek volna megmutatni? Hát van egy dramaturgiai csavar a végén, ugye ez az egész egy ilyen látomásos valami, ugye feltámadtak ezek a költök, és ott vannak, ott táncolok velük. És pont, hogy mivel ilyen látomásos a dolog, ezért szerintem tök jó keretet ad neki ez a pszichológiai rendelő, a pszichológus jegyzettel, és a végén ez a csavar, ez tulajdonképpen annyi, hogy kiderül, hogy nem is biztos, hogy csak a pácienssel van a gond, mert lehet, hogy a pszichológusnak is vannak ugyanolyan gondjai, mint magának a páciensnek. Térjünk vissza egy pillanatra még a költőkre. Van kedvenc költőt, gondolom, hogy van, és ki ő? Szabó Lőrinc, Szabó Lőrincet mondanám. Miért Szabó Lőrinc?
hát talán a kiméletlen őszintességes az önostorozása miatt. Hát most ez az önostorozás egy ilyen csúnya szó, de tényleg szeretem azt, hogy ő tabuk nélkül mindent leírt, mindent kiírt magából, ami benne volt. Bár ez sok mindenkire igaz, de valahogy az ő, ez a flegmasága, ez nagyon közel áll hozzám. Te hogyan látod, a mai fiatalok mennyire tudnak azonosulni a 100 évvel ezelőtti gondolatokkal? Én azt gondolom, hogy mi még jobban, de hát azért nálunk sokkal fiatalabbak léteznek. Ők mit élnek át ebből? Szeretik ugyanannyira a költészetet, mint mi? Hát szerintem abszolút, és abszolút látom erre az igényt. Még hogyha nem is olyan formában, mint ahogy ez régen volt, tehát klasszikusan verseken keresztül, de mondjuk nagyon sok zenekart, hogyha megnézünk, mondjuk Esti Kornél Elefánt, olyan dalokat írnak, amik a szöveg ez tulajdonképpen költészet, és ez nagyon jó, mert szerintem ezzel így nagyon könnyen közelhozhatóak és az én korosztályom a költészethez, illetve azt is láthatjuk, hogy mennyi versfeldolgozás születik úgy a zenében, szóval vannak ilyen tendenciák. Mennyire fontos számodra a humor, az önirónia? Akár az alkotásról hát beszélünk. Az a legfontosabb, és ugye a dalban is benne van a refrénben, hogy ne vess inkább egyet innen, más kiút már nincsen. Hát ezt egyfajta megoldásként igyekeztem az emberek figyelmébe ajánlani, hogy az önirónia, az önreflexió és a humor az a legnehezebb helyzeteket is képes megkönnyíteni. Én úgy érzem, hogy benned azért még bőven maradtak gondolatok, szóval ez a dal talán ehhez még kevés is volt, hogy minden érzésedet kiírhasd magadból. Hála Istennek, szerintem 100 éves koromig. Mikor jön az újabb szerzemény, és maradsz majd ezen a vonalon? Mindenképpen maradni szeretnék ezen a vonalon. Az új szerzemény az majd valamikor nyár elején fog megjelenni. Itt is igazából a magunkban lévő, tehát arról fog kérni, hogy mennyire megvagyunk reked a saját magunknál. Ez a számnak az a cím, hogy álmodozunk. Ugye álmodozunk, de nem találunk választ. Tehát, hogy mindig másoktól várjuk a választokat, ahelyett, hogy önmagunkat megtalálnánk. Hát sok sikert kívánunk ehhez a munkához. Köszönjük is, és majd hozzák hozzánk ezt a dalt, ezt a videoklipet, hogyha lesz hozzá klip is. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!